Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom Önökkel információimat és gondolataimat. Miért is vagyunk ma itt? Ismerjük mindannyian a vízcseppet, a világ legtökéletesebb dolga, tiszta, egyenes forma. Bárhol hozzáérünk, abban a pillanatban megborul a harmónia, és valami más lesz belőle. Na így vagyunk a klímapolitikával is, ami a világ legnagyobb rendszere, több elem van ráhatással, például a gazdaság, például a környezet, és látszólag ezek egymással ellentétesen hatnak, de valójában egy egységes harmóniát kellene létrehoznunk. Néhány szám csak itt röviden, 1,5 fokkal emelkedett 30 év alatt Magyarország átlaghőmérséklete, 46%-kal voltunk 85-87-hez képest a kibocsátás érték alatt, most 36%-kal alacsonyabbak vagyunk, mint 1990-ben, károsanyag kibocsátás, és ezzel szemben a GDP-nk az több mint háromszorosára emelkedett a 90-es évek közepe óta. Ez azt jelenti, hogy valamivel jó példával járunk elő, és valami járható utat mutatunk, ennek ellenére mégis kitettek vagyunk magával a problémával szemben. Részesei vagyunk természetesen az EU előírásainak, az EU klímapolitikájának, mind ebben az időszakban, megfelelve a kiotói egyezmények, mind pedig a következő időszak vonatkozásában. Mik a célok? Van egy klímapolitikai cél, ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez a 3x20-as, a megújuló energia aránya 20%-a növelése 2020-ig, a energiahatékonyság növelése 20%-kal, és hát magát a gázok kibocsátásának, az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése 20%-kal. Ugye ebből mi nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, hiszen például 36%-kal csökkent csak a kibocsátás 1996-hoz képest, ami egy óriási nagy előrelépés. Az Európai Unión belül van egy kötelező 40%-os vállalt csökkentés, ami az 1990-es bázishoz mérjük ugye mindig ezeket a számokat, és vannak olyan feltételek és feladatok, amit elvállaltunk, ilyen a szénszivárgási szabályok, ingyenes kiosztás megőrzése 2020 után is, de ugyanúgy vonatkozik a NER programnak a folytatása. Ugye NER 300 volt az előző időszakban, most NER 400 lesz, 400 millió eurós forrással rendelkezés Európai Unió szinten erre a feladatra. Az EU szintű maximum az 27% kötelező megújuló energia részarány. Itt annyit kell tudni, hogy nem egy országra van ez lebontva, tehát Magyarországon nem 27% ez a kötelező arány, hanem globálisan, Európai Unió szinten. Az energiamix ugye mindenütt más, minden ország másképp gazdálkodik az energiájával, van, ahol könnyebb a helyzet megújuló szempontjából, van, ahol kevésbé. Erre majd később még visszatérek a pénzügyi gazdasági összefüggések vonatkozásában. Ami nagyon fontos, 2015-ben Párizsban egy olyan megállapodást tudjon létrejönni, ami ezeket a számokat mind világméretben, mind Európai Uniós méretben tudja garantálni ezeknek a végrehajtását. Mit is tudunk a klíma és energiapolitika keretről elmondani a következő időszakban? A célunk az, hogy 2020 után is megtartsuk a jelenlegi kvóta jellegű értékesítési lehetőséget, energiabiztonságunk legyen, ez mind Magyarországra vonatkozik, mind pedig magára az Európai Unióra. Az irányelveket felül kell vizsgálni 2015 után is, illetve ami talán a legfontosabb, hogy azt a stratégiát, amit 2020-ig folytattunk, azt tudjuk tovább is folytatni, figyelembe véve, hogy minden országnak saját önálló energiamix és energiapolitikája van, amit az előbb is már említettem, egy nagyon fontos feladat. Források. Három forrás van. Azt is leszögezhetjük, úgy gondolom, hogy a gazdaság számokban diktál. Tehát, ha nem adunk támogatást bizonyos dolgokhoz, az nem megvalósítható. A megújuló energiát elősegíteni, létrehozni, fejleszteni, csak úgy tudjuk, hogyha támogatásokkal segítjük ezeket a lehetőségeket. Épp a kvóta értékesítésből eredően az elmúlt időszakban összesen mint egy 14 milliárd forint többletforrásunk keletkezett, hogy másra mondjak, mint az otthon melege program, a meghirdetett programok, a társasház korában a panelprogram, vagy akár a különböző háztartási gépcsere. Tehát a leghatékonyabban és leggyorsabban felhasználható megtakarításokat próbáljuk ezzel preferálni, mint pénzügyi forrás.
A másik nagy forráscsomag, ez éppen most nyílt meg, a napokban lett elfogadva, meg is jött a határozat róla, különböző energetikai pályázatokra fordítható pénzek. Ebben nagy részben megújuló energia, és a másik nagy rész az pedig a megtakarításokat jelenti, itt a különböző szigetelés, nyilászárócsere, egyéb ilyen programokat. Annyit kell a dologról talán, hogy érdemes talán megjegyezni, hogy 730 milliárd forinttal rendelkezésre támogatási oldalom, és nagyon nagy mértékben, önerőben és forrásban, tehát megvalósításhoz önerőt is biztosít a kormány. Erre mintegy 180 milliárd forint igénybe vehető pénzeszközára van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztések a következő 6-7 évben biztosítottan léteznek és megvannak. A kezdeményezés mind a lakosság, mind a vállalkozói szektor részéről kiemelten fontos. A források több helyen vannak. Az itt látható nevek, az a KEHOP, ugye a régi energetikai fejlesztési programok. A TOP az maga az önkormányzatok részére, a másik egyharmad rész a teljes pénzből, és a GINOP az pedig maga a vállalkozói szféra, pont azért, mert szeretnénk ösztönözni az energia megtakarítást. Ugye tudjuk azt, hogy nem csak az épületek szigetelésében, nem csak fűtésben, világításban és elektromos áram használatban tudunk energiát megtakarítani, hanem épp az elavult gépek, berendezések cseréjével nagyon nagyot tudunk előrelépni. Mondok önöknek egy konkrét példát. A kórházainkban olyan gépek vannak zömében, ahol az energia racionalizálás szempontjából legalább 50%, minimum 50% energia megtakarítást tudnánk elérni, ha mai modern eszközökkel lecserélnénk. Minden ágazatban hasonló példák elmondhatók és foghatók. És a harmadik láb az úgynevezett LIFE program, ami ebben az évben elindult, ugye 2013-ban lett az előző program befejezve, ez 449 millió eurós olyan pályázat, ami tulajdonképpen az éghajlatváltozás mérséklésére, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, a lakosság képzése, ebbe az irányba való vitele, olyan központi források, amit teljesen közvetlenül az Európai Uniótól tudunk elérni. És hát ami előttünk van, az a következő időszak, az maga a párizsi konferenciára való felkészülés. Mi az ide vezető út, az paraméterekkel megszabott. Például kitűztük célul, hogy mondjuk 2 Celsius fok alatt maradjon a hőmérséklet emelkedés a következő időszakban, de kitűztük azt is célul, hogy a 2020-as klíma és energiacsomag 20%-os legyen, itt az Európa vezető szerepét emelném ki. Magyarul azt vállaljuk, hogy a kibocsátásokban meg mindenben ezt a bizonyos 3x20-as paramétert, megújuló energiában ezt a 3x20-as paramétert szeretnénk érvényesíteni. A kiotói jegyzőkönyv 2020-ban le fog járni, hogy mennyire sikeres, mennyire nem, a résztvevő országok és az aláíró országokon múlik, és úgy gondolom, hogy arra kell építenünk, hogy minél több országot meggyőzzünk az energia politikájának a módosítása és az átalakítását illetően. Limában volt egy konferencia. Nagyon pozitívan indult, szeretném elmondani. Az elején mindenki nagyon pozitívan állt minden gondolathoz, aztán érdekes dolgok alakultak. Ugye az Amerikai Egyesült Államok és Kína ismételten kicsit visszahúzódott a későbbiek során, viszont amit sikerült elérnünk, hogy mind az Európai Unió, mind Új-Zéland, mind pedig a Mexikó például feladta a fejlődő státuszát és a fejlett országok közé lépett, és hát tudtunk előrelépni bizonyos számokba és gondolatokba. Tőlem előtte kérdezte valaki, hogy mit gondolok, hogy Limában lesz végső pont, hogy már kialakul a végső változat. Én akkor is azt mondtam, a párizsi konferencia ez év végén az lesz az a mérföldkő, ahol erre a megegyezésre, a megállapodásra tudunk pontot tenni, és ezt meg tudjuk oldani. Tulajdonképpen arra volt jó Lima, hogy láttuk, hogy ki hogyan gondolkodik, és láttuk, hogy hogyan kell tovább lépnünk. Tudjuk a feladatainkat. Az egyezmény maga, amit fontos, hogy el tudjunk érni, ugye 2-3 elemet tartalmaz. Az egyik elem, azt éppen ma, ezért vagyunk itt ezen a konferencián, hogy beszéljünk róla, egy olyan társadalmi civil egyeztetést kell létrehozni, ahol a gondolatainkat és a szándékainkat egyesítjük, ezáltal nagyobb erőt mutatunk a feladat végrehajtásába. És hát tudjuk, hogy Genben egy klímakonferencia volt, ahol szintén egyeztetések történt, az anyag letisztázásra került,
Mi úgy szeretnénk Párizsba menni, ez a magyar kormány szándéka, hogy egy letisztázott gondolatsorral tudjuk a megállapodást elfogadni és megtenni. Mi is az, amit mi gondolunk? Egyrészt az energiafüggetlenség, ezt már az előbb mondtam, az energiamix fogalmát, minden tagállam a rendelkezés álló lehetőségei alapján állítja össze, hogy milyen energiaforrásokból tud építkezni és tud működni. Nyilván ez gazdasági fejlettség, múlt időszak, lehetőségek, rendelkezésre állás. A másik, amit szeretnénk elmondani, hogy ugye folyamatos állandó konfliktus kezelést kell végrehajtanunk, hiszen a gazdasági előnyök, a gazdasági előnyszerzés érdekében nagyon sok ország felad a klímapolitikához kapcsolódó gondolatrendszereket, és inkább a gazdaság fejlesztését, fejlődését teszi előtérbe. Illetve hát, ami nagyon fontos, hogy a lakosság hozzáállását, gondolatmenetét, energiamegtakarítás, ingatlanok, fűtéskorszerűsítés, egyéb dologba nagyon el vagyunk maradva. Az magyar ingatlan állomány 70%-a sajnos energetikailag nem megfelelő. Ha már ezen a területen tudunk előrelépni, nagyon jó lesz. Illetve Varsóban ugye volt egy menetrend egyeztetés, ami az Európai Unió tagországai közötti együttműködést erősíti és fogja össze. Mi azt a megoldást tartjuk elfogadhatónak, ha a fejlett országok energetikai fejlesztésekre, beruházásokra, klímát segítő energetikai fejlesztésekre félretesznek pénzt, és segítik a GDP, az EU átlag GDP 60% alatti tagországainak, teljesítő tagországainak a beruházásait. Én a gondolatok jegyében és az idő rövidsége miatt ennyit szerettem volna elmondani, és ennyi információt szerettem volna önöknek mondani. Ha bármilyen kérdés van, akkor állok szíves rendelkezésükre, illetve a pályázatokat témájában bármiben tudok segíteni, úgy állok szíves rendelkezésükre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.